Sziasztok, én Horváth András vagyok, és idén rengeteget utaztam, és például Amsterdamban hihetetlenül jó érzés volt látni a reptéren, hogy szinte csak elektromos autókkal taxiztak a taxisok, és vitték az utasokat be a városba, és végre Magyarországon is megvalósulni látszódik ez a dolog. Felhívott a főtaxi, és megkérdezték, hogy mit szólnék hozzá, hogyha csinálnánk egy videót az elektromos autóikról, amik mostantól a reptérről járnak be a városba, és azonnal igent mondtam, mert nekem ez egy nagyon fontos téma. És itt van velünk András, az egyik Leaf-es taxis úriember, aki segít nekünk elkalauzulni az elektromos taxizás világába. Rengeteg tapasztalatod van, úgy gondolom, mióta használod, és egész érdekes infókat hallottam, hogy ez tulajdonképpen egy tartós bérlet, és hogy nagyon megéri a taxisoknak, jó az utasoknak is. Mesélj nekem! Igen, sikerült 2019-ben egy olyan programot alkotnunk a főtaxinál, amivel egy kedvezményes konstrukcióval tartós bérlet keretébe juthatnak hozzá kollégáink a Nissan Leafhez. Tehát, hogyha valakinek nincsen saját autója, akkor a főtaxitól bérelhet egyet. Bérelhet, így van. Méghozzá olyan vonzó konstrukcióban, hogy nem csak az autót bérelheted, hanem gyakorlatilag a töltés is hozzájár az autóhoz. Tehát tulajdonképpen az üzemanyag is benne van. Mennyibe kerül ez? Hogyha én szeretnék taxizni, ha te mondjuk, szeretnél taxizni, taxizzak. Egyébként lehet, hogy jobban járnál vele, mint a YouTube-ozással. Komolyan? Ezt meggondolom akkor. Ez havonta egy 360 ezer forintos konstrukció, miben nem csak az autó van benne, hanem az autónak a szervizelése, az üzemanyag, a szezononkénti gumicsere, a fuvar szervezési díj, tehát gyakorlatilag minden költséget fedez ez az összeg. Ide nem számítva mondjuk a kötelező biztosításodat és a vállalkozásodnak a költségeit, viszont egy olyan kecsegtető támogatást kapunk a főtaxitól, ami mindenképpen érdemes legalább elgondolkozni, de én azt gondolom, hogy csatlakozni is mindenképpen. 360 ezer forint, amikor én először hallottam ezt, egyébként egy másik taxis mondta, hogy hú, ez milyen drága, akkor nem tudtam, hogy benne van minden. És úgy viszont nem drága. Mennyit mész egy hónapban? Hát egy hónapban én hozzávetőlegesen egy ilyen 10-15 ezer kilométer között szoktam menni városon belül. Ha csak az üzemanyagot számolom, ami havonta egy ilyen 200-250 ezer forint közötti költséget tesz ki, akkor azt gondolom, hogy már majdnem ingyen volt. És ez egy Priushoz képest? Tehát egy 5 literes fogyasztású, 4,5-5 literes fogyasztású Prius egy taxisnak havi 200-250 ezerbe kerül. Neked itt most az egész autó vadi újonnan minden estül kerül 360, és ugye a tagdíj is bennem, azt elmondhatjuk, hogy mennyi? Igen, persze. Az gyakorlatilag egy kedvezményes tagdíj van ehhez, egy fuvar szervezési díj. Az elektromos autó miatt? Az elektromos autó miatt, ez töredéke egyébként a normál fuvar szervezési díjnak, ezzel is támogatva az elektromos autósokat. Én azt gondolom, hogy a főtaxi ez egy olyan csomagot hozott létre, ami nem létezett eddig Magyarországon. Nem, kifejezetten egy olyan csomagot sikerült létrehozni, ami a taxisnak előnyös. Hát meg az utasoknak is. Meg az utasoknak, illetve a repülőtérnek, Budapestnek, a környezetünknek. Azért nagyon sokat beszélünk manapság a légszennyezésről. Itt én azt gondolom, hogy egy taxi esetében nem csak a légszennyezésről, a zajszennyezésről is beszélhetünk. Különösen éjszaka meredek utakon, amikor gyakorlatilag hang nélkül föl tudunk suhanni, nem ébresztünk föl senkit. Az is egy fontos szempont hozzá. Tulajdonképpen ti vagytok a legjobban kitéve ennek a környezetszennyezésnek, hiszen egész nap az autóban ültök. Igen. Ez egy kicsit ilyen ironikus egyébként, hogy én is elektromos autóval járok, és hogy aki mögöttem jön, az jól jár, de például én nem, meg te sem. De ugye az a lényeg, hogy a taxisok rengeteget mennek, és elsőként a taxikat kéne lecserélni, például elektromosra, és a főtaxi most ezzel egy olyan lépést tett meg, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Tehát nem tudom elmondani, hogy mennyire fontos. Egy egyetemi tanártól hallottam ezt a filozófiát, hogy gondolkozz globálisan, és cselekedj lokálisan. Ez azóta nekem mottommá is vált, és abszolút azonosul ezzel a főtaxi is. Vizsgáljuk azt, hogy mit tudnánk mi tenni azért, hogy egy élhetőbb Budapestet teremtsünk, akár a mi kis mikrokörnyezetünket számítva. Ha még azt is nézem, hogy bár tudom, hogy az Amazon ezt azért nem fogjuk megmenteni a hőpapírmentes POS terminálokkal, de mindenhol vizsgáljuk azt, hogy hogyan tudnánk még környezetbarát
tudatosabbak lenni, hogyan tudnánk még hatékonyabban működni. Itt a papír felhasználás is. Például, igen, nem használtok ilyen papírt most már a POS terminálokon, illetve igen, amikor beszéltem először a főtaxival, nagyon jó hangulatú beszélgetés volt, és kiderült, hogy a főtaxi annyi fát telepít, ahány autón a flottába, ez közel 2000 darab így fát van, jelent évente. Ezt minden évben vállaljuk, ezzel is hozzájárulva a jobb levegőért. Azt tudod, hogy én elmentem és ültettem? Én a főtaxitól hallottam ezt, a MyForest-nek hívják őket, majd beteszem a videó leírásába, és Marcival fogtuk magunkat, és hogy legyen nekem most vágóképek ehhez a beszélgetéshez, mert tudtam, hogy miről fogunk beszélni nagyjából. Én azonnal vettem náluk 10 darab cserjét, lementem segíteni, és végül 30 vagy 40 fát elültettünk. Gyönyörű szép idő volt, valahol 60 mellett voltunk egy kis falu mellett, és ezt kéne csinálni minden cégnek, és hogyha igen, ez csak 2000 fa mondjuk évente, igen, de hogyha minden cég letelepítene 2000 fát, az sok százezer, sok millió fa lenne, úgyhogy ilyen szempontból itt tényleg a főtax ez nagyon-nagyon jó felé indult el szerintem, és tényleg ezért mondtam örömmel igen, hogy csináljuk meg ezt a videót. Na de, de rengeteg kérdésem van. Mivel sokat mész, tehát ez a napi 400 km kb, Schatzberg kb, ami elképesztő sok városban, biztos, hogy megőrülnék, de neked azt mondta, hogy ez ilyen nyugalmas, tehát hogy zen, kikapcsolni, jöttünk ide, addig mesélted. Az utasok mit szólnak hozzá? Nekik már ez természetes a villanyautózás, vagy még azért így meglepődnek? Nem, meglepődnek, meglepődnek. Azért itthon még nagyon sokaknak egy újszerű élményt lehet ezzel adni. És itt talán itt a kulcs szó, hogy még élményt lehet vele adni. Ez még egy viszonylag új dolog. Itthon nem ehhez vagyunk hozzászokva. Illetve egy olyan nyugodt, biztonságos utazást tudunk ezzel nyújtani az utasainknak, amit én azt gondolom, hogy máshol nem kapnak meg. Hát itt szeretném megjegyezni, hogyha lehetne, hogy az abba kiválasztani az elektromos autót, akkor én csak azt rendelnék, és ezzel lenne egy plusz ügyfeletek azonnal. Ez már fejlesztés alatt van, hamarosan ki is fog jönni az applikációban ez a feature, hogy elektromos autót tudjál választani, úgyhogy szeretettel várjuk a megrendeléseket. Nagyon jó hír, hány autótok van most, illetve mi a terv? Most jelenleg 25 autó van a tulajdonunkban. Mindegyik 25 Nissan Leaf, így van, ebből 10 fut már az utakon, 15 pedig engedélyeztetés alatt van, és ezeken kívül van még 5 elektromos autó a főtaxi flottájában. Ezt a darabszámot, ezt jövőre duplájára kívánjuk emelni, tehát ahol hozzávetőlegesen ilyen 60 autót szeretnénk első körben 2020-ban. És ez már jövőre itt van. Ez jövőre már itt van, tehát ez itt van a nyakunkon, és amiket még elmondanék ehhez, hogy nem csak az autóknak a számát kívánjuk megduplázni, hanem a töltőink számát is. A főtaxi, tehát van saját töltőtök? Egy főtaxi egy olyan konstrukciót dolgozott ki, ahol a taxis kollégákat azzal tudja még támogatni, hogy saját villámtöltőket telepített a repülőtéren, illetve bent a városban. Jelenleg 6 darab villámtöltőnk van, ennek a számát is jövőre duplájára kívánjuk emelni, hogy minél több utas tudjunk károsanyag kibocsátás mentesen. Igen, ezt az elején akartam is kérdezni, hogy a töltést hogyan oldjátok meg, de meg is választod a kérdést, igen, hogy nem kell a városban vadásznotok töltőre, nem, hiszen nem, ez is nem benne van a csomagban, és hogy tényleg az, hogy a főtaxi ennyi töltőt lerakott, nekem ez ilyen meglepő volt most, hogy mondtad, azért 5 töltő csak a reptéren, nem sok az egyébként, tehát az sose kellett várni a töltésre. Kihasználjuk, de nem kellett várni. Tehát ezzel is támogatja a főtaxi azt, hogy minél több kilométert tegyünk meg károsanyag kibocsátás mentesen. Értelemszerűen ugye lokálisan, tehát hogy... Hát a városban semmit nem bocsátasz ki, és igen, hogy egyébként, igen, hogy az erőművet is beleszámoljuk, akkor is bőven fele annyit, mint egy Prius. És egyébként hányszor töltesz egy nap? Tehát, hogy ez a 400 km ugye nagyon sok, hiszen ez olyan 200-250 km megy ez az autó. Ez el tud menni, hogyha városi forgalommal közlekedsz, akkor azért hozzávetőlegesen ilyen 270-280 km-t el tudunk ezzel menni. Töltés tekintve pedig 20-80%-ra egy ilyen 20-25 perc alatt ezt azért fel tudjuk tölteni. És egyszer töltesz egy nap, vagy több picit? Több picit. Tehát alkalomattán ahhoz, hogy mondjuk egy repteres fuvart el tudjak vállalni, ahhoz elég 5 perc töltés is akár. Tehát mondjuk megcsinálsz egy fuvart, visszaérsz a repter, és amíg megkapod a következőt, 5 perc a salemon. És már mehetek is tovább. Hát akkor ezt a többi taxis, de mondjuk, hogy ennyire nem macera a töltés. Hiszen igen, én azt gondolom, hogy oké, hogy van 200 hibrid autója a főtaxinak, de az lenne a cél, hogy csak elektromos autók legyenek, mert a városban tényleg napi 400 kilométert mennek a taxisok, csak a főtaxinak van majdnem 2000 autója, iszonyatos mennyiségű széndioxidot lehet megsporolni, meg kátrány, meg kormot, meg mindent, nem beszélve a szervizelésről, az olajcserékről, ha nem kopik a fék, nem megy annyi szállókor a levegőbe. A motor, igen, és itt kéne elkezdeni az elektromos autóra váltást. Elkezdtük. És nagyon örülök neki, egyrészt, mert rengeteg utasnak meg tudjátok mutatni, hogy milyen egy elektromos autó, és hogy ha egy taxis
Európának elég ez a hatótáv, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek elég. Én is azt gondolom. Különösen ez az új Leaf, ez abszolút egy olyan konstrukció, ami abszolút élhető. Nem csak Budapesten, az agglomerációban is. Vidékre is el tudsz vele menni, tehát ez a hazánkban már egy nagyon jól használható, kényelmes autó. Abszolút, én voltam vele Pécsen, és nyilván nem lehetett nagyon nyomni neki, de meg lehet csinálni, és azóta egyébként kétszer annyi villámtöltő van az országban. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egyre inkább ott vagyunk, ezért is mutatom ezeket a videókat, ezért csinálom ezt a sok videót, mert ez még mindig sokan vitatkoznak velem, hogy de hát az elektromos autó az nem jó hosszú távra, 400 km-t megy el vele András naponta. Igen, naponta. Igen, pont. Én egy hónapban megyek, nem tudom, 800 ezer kilométert maximum. Igen. Nem 800 ezeret, hanem 800 és 1000 kilométer. És ha már repülőtér meg taxizás, akkor van híres ember volt, van pletykasztori. Elképesztő lesz, te vagy a leghíresebb. Ne, tényleg. Semmi palvin-palvi vagy valami külföldi rockstar, nem volt semmilyen sztori. Gyakorta utaznak velünk hírességek is. Az is egy szépsége ennek a szakmának, hogy a taxisra gyakorlatilag mindenki szóba áll. Tehát olyan történeteket és olyan mély belsőséges sztorikat osztanak meg, amiben néha bele is pirulok, hogy úristen, ezt nem is gondoltam volna, tehát egy blik szinten nem tudsz olyanokról olvasni. Szervizelés, az még nem mondtuk el, de ugye az is nagyon fontos, hogy ezek az autók nem állnak a szervizbe szinte soha. Nem. Mert nincs mit szervizelni viszont rajta. Viszont gyorsan megvan, pollen szűrőt kell benne cserélni. Igen. Fékek azok ilyen 200-300 ezer kilométert bírnak. Igen. Az akkumulátorra 8 év garancia van, tehát az sem fog tönkre menni. Én azt számolgattam közben, amikor mondtad ezt a kilométer számot, hogy ilyen 600 ezer kilométert fogsz belerakni 5 év alatt. Hozzávetőlegesen. Ami azért nem semmi. Igen. És egy darab olajcserét sem lesz. Ugye, és ugye ez mindig elfejtik az emberek, hogy ezek sincsenek. És nem kopik el a motor, nem tömődik el a koromszűrő, és még egy, amire mondjuk én személy szerint viszonylag sokat költöttem idáig, az a fékpor eltávolító a felniről. Most gyakorlatilag nincsen fékpor a felnin. Úgyhogy... Hát András, köszönöm szépen. Én nagyon örülök, hogy találkoztunk. Nagyon örülök neki, hogy ezt is megértem, és igazából 2 évvel ezelőtt még egyáltalán senki nem taxizott elektromos autókkal, most meg 50-60-ról beszélünk csak jövőre, és még az elkövetkezendő években. Én remélem, hogy ez nőni fog ez a szám, és hogy egyre több taxis látja be, hogy ez megéri. Tehát hogy egyszerűen a forintok kiadják, gondolom te is kiszámoltad. Igen, közgazdászként. Igen, leültem, és az íróasztal mögött kiszámoltam. És még egy nagyon fontos, hogy használd az applikációmat, és rendelj elektromosat. Hogyha benne lesz az elektromos, én csak téged fognak rendelni, ezt lehet, hogy népszerű. Szeretnék egy Nissan Leaf-et, András nevű sofőr, és egyébként mutolhatom is a sofőrt, igaz? Igen, ez is egy feature-ra, egy csiroskor, hogy megismerkedsz, és félsz, hogy jön egy jó dumás sofőr. És akkor így kinyomod, hogy ne pofázzon a sofőr, vagy a csajodat elküldött haza, akkor mute. Nagyon szépen köszönöm, tényleg hagylak belőlem, ide vagyok én is, te meg látom, ilyen taxis ruhában, úgyhogy tényleg köszönöm szépen. Nektek köszönöm, hogy megnéztétek az epizódot, iratkozzatok fel a csatornámra, nagyon nagy köszönet a Főtaxinak, hogy támogatta ezt az epizódot, a Kapu.hu-nak, a Reghoz Zrt-nek, a Tiszta Energiáknak, a Gabler Hűtőházaknak és a Tesla Lounge-nak, meg persze a Patreonosoknak is, és a következő epizódig sziasztok! Hazaviszel! Köszönöm szépen, mert hogy nagyon hideg van. Gondoltam, hogy a kocsiba csináljuk, de tehát, hogy azt akartam, hogy látszódjanak a csodálatosan tiszta elektromos autók itt a Ligetben. Jól mutatnak itt egyébként. Nagyon, amúgy is. Király.